A Bajnóca Néptánc Egyesület szervezésében első alkalommal rendezték meg a Berettyó szóló gyermek néptáncversenyt a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A november 19-én megtartott eseményre Máté Szalkától Mezőberényig, valamint határon túlról is érkeztek versenyzők, akik négy korcsoportban mérték összetudásukat. A térségben még nem volt gyermek szóló fesztivál, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az űrt próbáljuk pótolni. Az első korosztály, az első korcsoport az harmadik, negyedik osztály, van egy kivétel, akik még másodikosak, lesz az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és gimi egy. Mindenkinek egy táncot kellett hozzon, bármely tájegységről hozhatta. Minden szakmai műhely négy produkciót indíthatott, tehát minden korcsoportban indíthatott egy versenyzőt, így jött létre a 38 produkció. A háromtagú szakmai zsűriben Kácsor István és Kácsor Ignác Gabriella néptáncpedagógusok mellett helyet kapott Lisztes Éva is. A Művelődési Ház vezetője a néptánchoz való kötődéséről mesélt. Én ugyanis általános iskolás koromban a Bihar Néptánc Együttesbe tanultam, Bak Istvánné Ildi néni szárnyai alatt, tudva levő, hogy Berettyó Újfaluba Ildi néni volt az, aki az egész néptánc mozgalmat elindította, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy 8 évig nála táncoltam. Így felnőttként is nagyon jó visszaemlékezni ezekre az időkre, és az is jó, hogy a Bihar Néptánc Együttes mai napig működik. Tehát a gyökerek, a magok, azok jó talajra találtak 50 évvel ezelőtt, vagy még több évvel ezelőtt, és tulajdonképpen mondhatni, hogy Ildi néni az, aki elültette a magot, és az ő hajtásai, az ő palántái is azok, akik itt ma föl fognak lépni ezen a színpadon. Nekünk a külső szemlélőknek nagyon jó ezt látni, hogy ennyi gyerek van még a mai napig is, aki érdeklődik és aktívan csinálja ezt a táncolást. A gyerekeknek meg azért jó, mert a néphagyományok őrzése megmarad, fennmarad, mert addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A fellépőket a Szeredás Népzenei Együttes kísérte, mellettük Turzó Boglárka előadása is színesítette a programot. Fehér Anna! Bátyát kiszabad.